devil waiting outside your door. És a karácsonyi veszélyre való felkészülés keretében látványos bemutatót szervezett a Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a Heves megyei tűzmegelőzési bizottság. A bemutatón demonstrálták a szakemberek, hogy hogyan ég ki a lakás, hogyha őrizetlenül hagyjuk például az adventi koszorút, valamint azt is bemutatták, hogy a konyha mint egy veszélyes üzem, milyen veszélyeket tartogathat számunkra, például, hogyha az olaj meggyullad és vízzel próbáljuk meg eloltani. Az adventi várakozás, illetve a karácsony veszélyei nagyon könnyen elkerülhetők egy kis odafigyeléssel. Például, ahogy mondtam is, az adventi koszorú nagyon könnyen meg tud gyulladni, hiszen éghető anyagokból készült, és hogyha a gyertyát felügyelet nélkül hagyjuk, akkor ezeken az éghető anyagokon nagyon könnyen terjed tovább a tűz. De meg tudjuk például azzal előzni, hogyha elhagyjuk a lakást, akkor eloltjuk a gyertyát, illetve azzal is meg tudjuk előzni a tűzesetek kialakulását, hogyha nem éghető a látékre helyezzük el ezt az adventi koszorút, valamint a házikót. Ezen kívül az égősort is nagyon fontos, hogy a magyar érintésvédelmi szabályoknak megfelelőt szerezzünk be, ne pedig rossz helyről, és mondjuk akár áramütést is szenvedhetünk, de akár a zárlat miatt kigyulladhat szintén az egész lakás. A konyha, mint veszélyes üzem, azt mondtam is, az olaj könnyen meg tud gyulladni. Fontos azt tudni, hogy nem szabad vízzel oltani, hiszen több méteres lángcsővát is okozhatunk ezáltal, és a konyhai berendezéseken keresztül nagyon könnyen tovább terjed a tűz a lakás többi részére.